Ez a Pannon Televízió híradója, Bakos Viktor vagyok. Köszöntöm Önöket, hírműsorunk elején. Lássuk címszavakban a mai nap kiemelt híreit. Ma van Mindenszentek, holnap pedig halottak napja. Megtartották a turisztikai stratégia utolsó közvitáját. Mától kötelező az autókon a téli gumi használata, ha havasak vagy jegesek az utak. Az emberiség az állatok 60%-át tüntette el a Föld színéről az elmúlt 50 évben. Ma van Mindenszentek, holnap pedig halottak napja. Általános szokás, hogy Mindenszentek napján rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Sokan már csütörtök délelőtt úgy döntöttek, kilátogatnak a temetőbe elhunyt szerettük sírjához Bácskos útfalván. November 1-én Mindenszentek napja van, az üdvözült lelkek emléknapja. Az eredetileg katolikus ünnepet mára már a többi felekezet is átvette. Míg a Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a reformátusoknál nem egyházi ünnep, sem a halottak napja, sem a Mindenszentek. Az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a Mindenszentek ünnepét nem. A reformátusoknál a halottak napi szokások, a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű katolikus hatásra kialakult szokás. Gyermekkoromban október 31-én jöttünk ki mindig a temetőbe a reformáció napján, úgyhogy elsőre már a sír rendben volt. Mi reformátusok szintén átvettük ezt az ünnepet. A faluban 4 temető van, és minden 4 temetőben van halottunk. És akkor az elsőit erre szánjuk, és akkor ameddig tart, most pálma szép idő is van, úgyhogy volt, amikor már nagyon megfáztunk, nagyon esős idő volt, de most nagyon ideális az idő erre az alkalomra. Mindig előbb egy pár nappal kívünk, rendbe tesszük, és akkor halottak napján, vagy minden szent, akkor kijövünk és hozzuk rá a virágot. Ez már az egyik pacséri temető. Tomek Béla Szabadkáról jött hozzátartozói sírjához. Itt az egész familiám jóformán ebbe a temetőbe. Bajmokon sokan voltak a temető környékén. Mindenki virágokkal és mécsesekkel érkezett. Ilyenkor megemlékezünk a kedves halottainkról. Van még egy temető Bajmokon, többibe is el fogunk menni, és ez egy ilyen nap. Utcai Róbert, csantavéri plébános a szentek fontosságáról beszélt. A szentek azok voltak, akik készek voltak az idejüket, a kényelmüket, és mondjuk így összefoglalva szeretetüket másoknak ajándékozni, és ezáltal váltak nagyokká, és ezt lelték ők meg most a mennyországban. Hát minden szentekkor őket ünnepeljük, akik megérkeztek a mennyországba. Pénteken halottak napja. A magyar katolikus parasztság úgy tartotta, hogy ez a holtak visszajárásának ideje is, ezért régen éjszakára ételt is vittek ki a sírokra. Mindenszentek és halottak napján a boltok, piacok és a temető környéke is megtelik virágokkal. Csokrok, cserepes virágok és ikebanák közül is válogathattak a vásárlók. Az árusok szerint a virágok ára nem változott a tavalyihoz képest, sőt, a boltokban jellemzően alacsonyabbak az árak. A Bajai úti temetőben hatalmas volt a tömeg Mindenszentek napján. A virág nélkül érkezők, a krizantémok, a cserepes virágok és a különféle mécsesek közül is válogathattak a temető bejáratánál. Az árak én szerintem megfelelő, mindenki tud saját zsebéhez vásárolni. Én élő virágot szeretek ilyenkor hozni. A krizantén ez a nap virágja. A virágárusok többségénél a cserepes virágot 50-től 250 dinárig terjedő áron meg lehetett vásárolni. A vágott virágnak pedig 80 dinár volt szája. Nagyon meg vagyok elégedve, nagyon szépen árulok, jó megy. Sárga meg fehér van, és szerintem a fehér jobban megy, mint a sárga, de ez kellendő, mind a kettő. Az ünnepekre a virágtermelők már hónapokkal ezelőtt elkezdtek készülni. Szabó Adrianna, palicsi termelő elmondta. Sok munkát és odafigyelést igényelt az, hogy a virágok szépek legyenek. A vásárlók igényei változóak. Változó. Valaki csak a cserepes viszi, valaki meg csak a szálas viszi, szóval nem, nagyon változó. Nem lehet ezt megsatszolni otthon, hogy melyik jobban.
A virágüzletekben is hatalmas választékkal várják a vásárlókat. Glavcsics Diana elárusító elmondta, idén a fehér krizanténból készült ikebanák a legnépszerűbbek. Hát a csokor vegyes árban forognak. Az ikebanák mondjuk rá 200 dinártól kezdődnek és fölfelé. Most attól függ, hogy az a 700 dinárban mi megy bele, ha margarettát teszünk bele, csak egy kisebb ikebanát csinálunk, vagy pedig mondjuk rá van 3000 dináros ikebanánk, és attól függ, hogy melyik kuncsapti kör igényli ezt. A virágok mellett kelendőek a mécsesek is, amelyek a temetők környékén 50, 80, 100, illetve 200 dinárba kerülnek. Az üzletekben kapható különlegesebb darabok ára pedig a 800 dinárt is elérheti. Vasárnap nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában. Az országos kisebbségi önkormányzatok több hatáskörrel rendelkeznek, ezek közé tartozik az oktatás is. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztályokba való iratkozást népszerűsíti és támogatja is. Az MNT a középiskolásokat és felsőoktatási intézményekben tanulókat is segíti. Az előző évekhez hasonlóan nagy örömöt szerzett gyermekeknek és szülőknek egyaránt a Magyar Nemzeti Tanács úgynevezett beiskolázási tanszercsomagja. 2018. szeptemberében az MNT 1400 tanszercsomagot biztosított az elsős diákok részére, akik a 2018-19-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat magyar tannyelven Vajdaság területén. A csomagok beszerzését, valamint a program megvalósulását a magyar kormány támogatta. Az iskolabusz program a 2010-11-es tanévben kezdődött el, hogy azután évről évre tovább fejlődjön. Az idei iskola évben is folytatódott az MNT iskolabusz programja, már 12 község területén szállítják a gyermekeket a legközelebbi magyar tannyelven is oktató óvodába, illetve általános iskolába. Az MNT ingyenes egyetemi felkészítő programot kínál minden középiskolás diáknak 13 tantárgyból. Azok a diákok, akik magyar nyelven végezték el az általános iskolát vagy a középiskolát, és szerbiai akkreditált felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, akár 150 eurós ösztöndíjra is pályázhatnak. Ennek az egyik feltétele, hogy a hallgató nyilatkozatban vállalja, hogy a diploma megszerzése után legalább 3 évig Szerbiában dolgozik majd. A Szerbiában tanuló magyar hallgatók a Magyar Nemzeti Tanács úgynevezett demonstrátori ösztöndíjára is pályázhatnak. A támogatásra azok a felsőbb évesek jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy segítik az első éves hallgatók tanulmányait és beilleszkedését. Az ösztöndíj összege havonta 140 euró dinár ellenértéke, illetve aki részesül az MNT felsőoktatási ösztöndíjában is, annak 30 euró dinár ellenértéke. Az Újvidéken tanuló magyar ajkú diákok választhatják az Európa Kollégiumot, melyben 400 vajdasági magyar egyetemi hallgató számára van férőhely. Dali Andor a nemzeti tanácsi választáson való részvétel fontosságáról beszélt a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A vajdasági származású fideszes LP képviselő hangsúlyozta, a vajdasági magyar közösség megtartó erejének az alapja a Magyar Nemzeti Tanács, és ezért is kiemelten fontos, hogy minél többen voksoljanak vasárnap. Dali Andor hozzátette, a vajdasági magyar közösség jövője és a jövőjének az irányítása a tét a nemzeti tanácsi választásokon. Ez a szervezet rólunk szól, ez a szervezet működése rólunk szól, a mi érdekünkben létezik, a mi érdekünkben működik, és a szavazataink nélkül nem rendelkezik olyan erős megbízatással, olyan erős legitimációval, amely ezt a munkát segíthetné. Ezért fontos, hogy minél tömegesebb legyen a részvétel most vasárnap, mert egyszerűen a részvételi arányok fogják a jövőben is az MNT erejét, politikai befolyását meghatározni. És ezért fontos az, hogy mi történik most, milyen kimenetel, milyen részvételeket fogunk látni vasárnapi szavazáson. Megtartották a turisztikai stratégia utolsó közvitáját ezúttal Magyar Kanizsán. Az esemény iránt sokan érdeklődtek, jelenlegi és leendő turisztikai vállalkozók is megjelentek a Prosperitáti Alapítvány által szervezett közvitán.
Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban meg... Nagy volt az érdeklődés a Magyar Kanizsán megrendezett turisztikai közvita iránt. Karl Ágnes török kanizsán szeretne vállalkozást indítani. Több kérdése is volt a leendő vállalkozásával kapcsolatban, ezért döntött úgy, hogy részt vesz a közvitán. Arra jó volt mindenképp, hogy az ember lássa, hogy a tanulmány, amit elvégeztek, az komoly volt, hogy alapos, és hogy fel lehet használni mindenképp. És arra is jó volt, hogy az ember azért igen, kapjon egy olyan választ, hogy merjünk ebbe belevágni, meglátjuk, hogy sikerül-e. Győri Lukrécia a projekt vezetője elmondta, a turizmus fejlesztésénél fontos a minőségi termékekben való gondolkodás, a kölcsönös támogatás és az együttműködés a különböző vállalkozók között. A turizmus komplex fejlesztéséről van szó, és hogy ne egymástól elszigetelve fejlődjönek a különböző vállalkozások a turizmusban, hanem együttműködve, és meg kell érteni, hogy ezzel nem konkurenciát fogunk teremteni, hanem inkább generálni fogjuk a vendégészszakák számát és az ide érkező vendégek elégedettségét is, mert többet és minőségesebbet tudunk nyújtani. A magyar kormány támogatásával megvalósuló turisztikai stratégia célja, hogy a vajdasági magyar közösség az idegenforgalom ágazatában rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázhassa. Juhász Bálint a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője szerint ennek megvalósulásához nagyban hozzájárulnak az ilyen jellegű közviták. Azt gondolom, hogy az eddigi közvita az megerősített bennünket abban, hogy jó irányban gondolkodtak a szakemberek, amikor a turisztikai stratégiát kidolgozták. Bizonyos területek fontosságának a kiemelése megtörtént a lovas turizmus vonatkozásában. Itt az összefogás, az együttműködés szükségességét hangsúlyozták elszigetelten, ahogy a turizmust önmagában, de a lovas turizmust egymástól elszigetelten nem lehet igazán fejleszteni, itt külön az együttműködés szükségességére hívták fel a figyelmet. A közvitának a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény adott otthont. Mától kötelező az autókon a téli gumi használata, ha havasak vagy jegesek az utak. A szerbiai törvények értelmében november 1-től rossz útviszonyok esetén kötelező a téli gumi. Egyelőre még tavaszias az időjárás, de már számítanunk kell arra, hogy amikor majd leesik az első hó vagy bejegesedik az út, akkor azokra, akik nem rendelkeznek téli gumival, akár 6000 és 20000 dinár közötti büntetés is kiróható, ami jogi személyek esetében 100-tól 800000 dinárra emelkedhet. Az önkéntes tűzoltóságot ezentúl nem csak az egyesületekről szóló törvény, hanem egy teljesen új, az önkéntes tűzoltóságra vonatkozó törvény is szabályozza majd, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Kovács Elvira. A törvénytervezet azt is előre látja, hogy ezentúl önkormányzati határozatokkal is segítenék és serkentenék az önkéntes lánglovagok munkáját, emelte ki a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Az önkéntes tűzoltók is részesülnének ezentúl egészségügyi és nyugdíjbiztosításban, ami azért is fontos, hiszen sérülést szenvedhetnek oltás közben. Az önkéntes tűzoltó egyesületek elsősorban a bizonytalan anyagiakra, az elavult felszerelésekre és a járművekre panaszkodnak. Ezek fejlesztéséről is gondoskodni kellene, tette hozzá Kovács Elvira. Mérhetetlen a Karlócai Gimnázium hozzájárulása a szerbiai oktatáshoz, jelentette ki Igor Mirovics az intézmény alapításának 227. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Jelentős nap ez mind gimnázium, mind pedig a szerbiai oktatás és történelem tekintetében, tette hozzá a tartományi kormány elnöke. Az ünnepségen megnyitották a Konfuciuszról elnevezett tantermet, amelyet a kínai nyelv és kultúra tanulmányozására szánnak. Igor Mirovics azt is elmondta, hogy egy olyan törvény kidolgozásán dolgoznak, amely Karlóca kulturális örökségének megőrzését és az oktatás fejlesztését szolgálja. Posebna vest je koja nas je obradovala jeste ideja državnog vrha, ministra vlade da se u Sremskim Karlovcima započne sa osnivanjem praktično univerziteta kao neke vrste centra gdje ćemo sa najboljim studijskim programima sa naših fakulteta pokušati da privučemo studente iz inostranstva, ali vjerujem i naše najbolje studente na specijalističkim studijama.
Törökországot fontos szövetségesnek tartjuk a regionális béke és stabilitás megőrzésében, mondta Alekszandár Vučić szerb államfő Volkan Bozkir a Török Köztársaság nagy nemzetgyűlésének külügyi bizottságának elnökével való találkozóján. A szerb elnök hangsúlyozta, a Szerbia és Törökország együttműködése minden téren magas szinten van. Arra is kitért, hogy számos török befektető teremt új munkahelyet Szerbiában, biztosítva ezáltal jobb életszínvonalat a polgároknak. A megbeszélésen egyebek mellett szó esett a Novi Pazar Tutin autópálya rekonstrukciójáról, és Recep Tayyip Erdogan török államfő Szerbiába tervezett jövő évi látogatásáról is. Most pedig lássuk, mivel foglalkozunk a híradó folytatásában. Mától már csak az új 1000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. Az előttünk álló hétvégén rekord közeli meleg lesz. Mától már csak az új 1000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni, ezeket fogadják el a kereskedők, a régi bevont címleteket már nem. A régi 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel csak október 31-éig lehetett fizetni, azokat október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonta a forgalomból. A régi 1000 forintosokat a bank és postafiókokban még 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen be lehet váltani azonos címletű törvényes fizetőeszközökre. A külsejében teljesen megújult pancsovai református templomban hálaadó istentiszteletet tartottak október 31-én, a reformáció napján. Sok évtized után telt meg újra a kis létszámú pancsovai református gyülekezet temploma, hiszen a reformációi ünnepi istentiszteletre nem csak Vajdaságból, hanem határon túlról is összegyűltek a hívek, hogy együtt adjanak hálát a megújult templomért. Tele szívvel éltem át ezt. Két okból felújult a templomunk, és sok hívővel telt meg a templom, más alkalmakkor néhányan vagyunk a templomba, de most világosan látszik, hogy sok személynek van még szüksége rá, és sokan megtisztelték ezt a felemelő alkalmat. Az igehirdetésben a megújulásra hívta fel a figyelmet Harangozó László, szabadkai lelkész. Sokszor sok minden elcsüggeszt minket, sok minden azt sugallja, hogy nincs remény, nincs értelme itt maradni, nincs értelme jövőt tervezni, nincs értelme hinni Istenben. És ennek ellen kell állni, tudatosan megújulni az Istennel való kapcsolatban. A megemlékezések és az ünnepek rendkívül fontosak a közösség megmaradása szempontjából, emelte ki Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete. Én nagy örömmel észleltem ezt, amit lelkész úr mondott az istentisztelet folyamán, hogy amikor megérkezett ide Pancsovára 3 évvel ezelőtt, akkor elgondolkodott, hogy lesz-e valamikor ez a templom egyáltalán tele. És ma azt láttuk ezen a keresztelőn, ezen az istentiszteleten, hogy igen, ez a templom tele van, és azt gondolom, hogy ez mindennél többet elmond. Az istentiszteleten Szilágyi Zoltán, református lelkész kisfiát részesítették Szent Keresztségben, és úrvacsorát is osztottak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, valamint az 1944-es események áldozataira emlékeztek minden szentek ünnepe és halottak napja alkalmából Zentán, a felsővárosi temető Kálvária dombján. A megemlékezés kegyeletadó szentmisével kezdődött, amelyet Szeles Oszkár esperes plébános celebrált. Juhász Lassú Kornélia ünnepi köszöntőjében a megemlékezés fontosságát emelte ki. Nagyon fontosnak tartom például azt, hogy a gyerekeknek átadni ezt a szép hagyományt, mert hogy mi is a szüleinktől tanultuk, a szüleinktől visszük tovább ezt a szép ünnepet. A szentmisét követően megkoszorúzták az 1848-as, 49-es magyar forradalom és szabadságharc, valamint az 1944-es ártatlan áldozatok emléksírhelyét. Mondta, hogy az ember megér és tapasztal, akkor
meg tudja becsülni az ilyen megemlékezéseknek az értékét, akár az ő személyes vonatkozásában is, a közösség vonatkozásában is. Az eseményen Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere azokról beszélt, akik életüket áldozták, vérüket hullatták a városért. Az emlékezés fontos számunkra, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk is, hogy ilyen szörnyű események soha többet ne forduljak elő a vidékünkön. A megemlékezésen közreműködtek a zentai Tóppart vegyes kórus tagjai is. Folytatódtak a kommemorációk Magyar Kanizsa község területén, ma Horgoson is megemlékeztek az 1944-ben kivégzett áldozatokról. A megemlékezés szentmisével kezdődött, majd a Kárász Karolina általános iskola diákjai alkalmi műsora következett. Az eseményen jelen volt Nagy György Zoltán, az 1944-es horgosi események és azok előzményeinek kutatója. Ezeket az összegyűjtött embereket a Dénesháznak a pincéibe gyűjtötték össze. És hát mikor november 20-a reggelén pedig ezeket szekérre és gyalog kihajtották mind, nem a csárdához, hanem följebb adtunk még egy pár kilométer volt a második kanyarnál, ott volt egy nagyobb domb, hogy lehessen lőni, tehát a golyó ne menjen üresbe. A megemlékezésen részt vettek a vértanúk hozzátartozói is. Mosó Mária 12 éves volt, amikor édesapját, Pakai Antalt egyik reggel elhurcolták otthonról. Arra emlékszek, hogy két fiatal gyerek partizán reggeliztünk, begyütt hozzánk, és azt mondták apámnak, hogy Pakai bácsi vegyen egy pokrócot, meg a nagyhabátyát, és jöjjön velünk. Azt mondja, apa, hát miért nem csináltam én? Nem baj, akkor is. Hát de mondjatok már, hogy miért. Azt mondja, ők nem tudják csak annyit, hogy be kell menni velük. És akkor aztán el lett a végük. Egyes kutatók szerint az aznapi áldozatok száma a 80 főt is meghaladhatja, de ennek bizonyítása további kutatásokat igényel. Ma emlékeztek meg Martonoson is az 1944-ben kivégzett helyi ártatlan áldozatokra. A hagyományos Mindenszentek napi megemlékezést idén is a temetőben, az áldozatoknak állított sírhelynél tartották. 44. november 21-én Martonoson Werner Mihály apát plébános mellett további 23 ártatlan magyar áldozatot végeztek ki, akik azóta is a település melletti töltésnél jelöletlen sírokban nyugszanak. A megemlékezésen beszélet mondott Forró Lajos, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke, akinek nagyapja is az áldozatok között volt. Az esemény hagyományosan koszorúzással zárult. A hozzátartozók után a községi és a helyi közösség képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. Ma délután az Óbecsei Belvárosi Katolikus Temetőben hajtottak fejet az 1944-45-ös ártatlan áldozatok emléke előtt. 7 évtizeddel ezelőtt Óbecséről több százan menekültek el, és bár 220 kivégzett nevét őrizte meg az utókor, a kutatók becslése szerint a szám magasabb lehet. Rájuk koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek ma a kopjafánál. Az áldozatok lelki üdvéért Fuderer László belvárosi plébános mondott imát, majd Kinka Erzsébet Óbecse község képviselőtestületének elnök helyettese tartott beszédet. A múltra való emlékezés nem más, mint a jövő iránti erkölcsi elkötelezettség. A hozzátartozóknak lelki megnyugvásra van szükségük, az áldozatoknak pedig méltó tiszteletadásra. Emlékezzünk tisztelettel a 44-45-ben ártatlanul kivégzett magyar polgártársaink előtt, akik áldozatul estek az etnikai gyűlöletnek, amely végigsöpört akkor Délvidéken, így Óbecsén is. A halottjainkra való emlékezés tanítson meg bennünket élni, megbecsülni az életet, úgy a másokét, mint magunkét, amelyet Isten adott nekünk a földön. Az emberiség az állatok 60%-át tüntette el a föld színéről az elmúlt 50 évben. A WWF által megjelentetett jelentést 59 nemzetközileg jegyzett természettudós állította össze. A jelentés szerint az állatok kiirtásában jelentős szerepet játszott az élelmiszer és nyersanyagfogyasztásunk jelentős növekedése, ezzel pedig az emberiség az életnek azt a hálóját is elpusztítja, amely évmilliárdok alatt alakult ki, és melyre civilizációink is ráépültek. A WWF tudományos igazgatója szerint alvajárva közeledünk a szikla széle felé. Ha az emberiség 60%-a tűnt volna el ennyi idő alatt,
Az azt jelenteni, mintha hirtelen eltűnt volna az összes ember Észak- és Dél-Amerikából, Afrikából, Európából, Kínából és Óceániából. Tette hozzá érzékeltetve, hogy többről van szó, mint hogy oda lesznek a természet egyes csodái. Szerinte valójában az történik, hogy az emberek jövőjét számoljuk fel. Az előttünk álló hétvégén rekord közeli meleg lesz, ma az esti óráktól megvastagodhat a felhőzet, ekkor helyenként gyenge eső is előfordulhat. Pénteken borultékbolttal kezdődik a nap, majd déltől felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, csapadék nem valószínű. A mérsékelt szélben 23 fok körül tetőznek a hőmérsékletek. A hétvégén szombaton lesz több felhő felettünk, de csapadék nem várható. Vasárnap főként napos időre készülhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul mindkét nap. Előreláthatólag a következő hét elején 1-2 fokkal hűl a levegő. Ismét győzött a topolyai TSC a szerb labdarúgó első ligában. A TSC a belgrádi FK Bezsánia csapatát múlta felül 1-0-ra a bajnokság 14. fordulójában. A mérkőzés egyetlen találatát Filip Arsenijevic szerezte a 70. percben. A TSC a szerb labdarúgó első liga tabelláján 24 ponttal az 5. A vártnál jóval simában jutott be a Párizsban zajló ATP 1000-es torna negyeddöntőjében Novák Djokovic, miután a Damir Dzsumhura 6-1-re elveszített első szetet követően a második játszma elején 2-1-es hátránynál hátsérülés miatt feladta a találkozót. A szerb teniszező ellenfel a világbajnok Grigor Dimitrovot 2 szetben búcsúztató Marin Cilic lesz majd a 8 között. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Ma van Minden Szentek, holnap pedig Halottak napja. Megtartották a turisztikai stratégia utolsó közvitáját. Mától kötelező az autókon a téli gumi használata, ha havasak vagy jegesek az utak. Az emberiség az állatok 60%-át tüntette el a Föld színéről az elmúlt 50 évben. Köszönjük a figyelmüket! A pannonrtv.com weboldalra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak és riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszóban foglalkoznak Újvidék turizmusával. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában szó lesz arról, hogy Törökbecsén több nemesi családtagjai nyugszanak a temetőben. A Pannon Televízióban most következik a Piros Rózsa című dokumentumfilm. Maradjanak velünk, a viszontlátásra!